Ez az idatcsomag a Kismányoki csapadékvízzel vezető pályázatának dokumentumait tartalmazza. Ez is, ahogy a probléma beszakadás veszélyezteti az utat, már a múlté. Az útpatkát teljesen elmosta, és már közel egy ilyen fél méter volt csak az úttest szélétől ugye az árkunk, ami veszélyeztette egyrészt ugye a közlekedést is. Simon László polgármester azt mondja, elsősorban a buszok és a mezőgazdasági gépek közlekedése miatt volt veszélyben az úttest. Mindenféleképpen örömteli, hogy figyelembe véve az áremelkedéseket is, Kismánya község önkormányzatának őrészt nem kellett hozzátenni, hiszen a megnyert támogatási összeg a közel 21 millió forint, az elég volt ennek a földes ároknak a helyreállítására. A kismányokiak számára létfontosságú volt a vízelvezető megépülése, hiszen a víz a falu bevezető útját veszélyeztette. A területi operatív programnak köszönhetően 204 méter hosszban 20 millió forintból oldódhatott meg, a helyiek egyik legnagyobb gondja.